Üdvözlöm, kedves barátaim! Nagyon jó és kedvező időszak következik csütörtöktől. Október 17-én a neve ennek a hónapnak, ami most lesz, Kartik, a védikus naptár szerint. Ez egy különleges hónap hold hatására, mert Kartika közel megy a hold, ez egy ilyen csillag, de itt nem ez a lényeg, hanem a lényeg, hogy mi történik, és milyen sok-sok áldás és tisztulás lehet elérni ezen a hónapon. Képzeljétek el, ez a hónap, ahol Isten is nagyon-nagyon kedvező, ő mindig kedvező, de ebben a hónapban szokták a szeretettel megkötni Istent. Különleges hónap, amikor Isten mindenkitől fogadja a szeretetet, azoktól főleg, akiknek nincs rá ideje, hogy adjanak Istennek szeretetet. És aki ebben a hónapban akármilyen lelki tettet, gyakorlatot végez, ennek az eredménye sokszorosabb, erősebb, nagyobb lesz, mint átlag hónapokban. Ez azt jelenti, hogy azok, akik sose nem gyakorolnak lelki életet, de ha legalább ebben a hónapban egy fogadalmat tesznek, most 30 napig én énekelek Hare Krishna mantrát, vagy olvasok Bhagavad Gita-t egy hónapon keresztül, akkor iszonyú nagy-nagy lelki eredményeket fogok kapni. Azok számára, akik már eleve gyakorolnak, akkor olyan gyakorlók szokták plusz fogadalmakat tenni, hogy akkor én plusz dolgot csinálok. Például, ami a templomunk is ajánlja, minden este lesz lámpás ajánlás. Ugye a lámpás, amelyik a lángocska, ami a mi szívünkben is ég, a szeretetnek a lángja, és akkor ezt szereteten ajánljunk az Úr Damodárnak. Azok számára, akik is akarnak sok áldást kapni, de még semmit nem követnek, akkor lehet ebben a hónapban felajánlani egy ilyen vezeklést Istennek, hogy legyen velem elégedett, hogy mondjuk valaki most egy hónapig nem csinálok valami rossz szokást, káros szokást, valaki egy hónapig nem dohányzik, vagy nem eszik húst, vagy nem hazudik, annyi sok minden, ami hétköznap általában minket gusba köt, és mindig használjunk. Ebben a hónapban ez fontos, hogy Isten elégedettsége miatt neki ajánlom ezt a vezeklést, hogy legyen velem elégedett, akkor én nagyon-nagyon sok áldást kapok, és lelkileg erősen fejlődök. Szóval nagyon egyszerű, nem kell túl sok, túl nagy dolgot csinálni. Ahogy mondtam, vannak fogadalmak, amit tesznek a gyakorlók, és ugyanakkor a nem gyakorlóknak, de akik szeretnének áldásban részesülni, tisztulni, tisztítani a tudatot, tisztítani a karmától, akkor minden, ami negatív, hogyha tartózkodnak legalább egy hónapig, akkor ez áldásos lesz. Padma Puránában olvashatunk a következőt. Még az az ember, aki tele van bűnös tettekkel és vétekkel, és nem képes vagy nem alkalmasnak gondolja magát lelki életre, mert nincsen idő, menni kell, meg dolgozni kell. De hogyha Kartik hónapban a lámpást ajánlja az Úrnak, akkor meg fog tisztulni a bűnöknek visszahatásától. Ez kétségtelen. Így Padma Purána lelkesít és inspirál, hogy igenis, gyakoroljunk, és fogunk látni majd változásokat és eredményeket. 17-én kezdődik,
lehet jönni templomba, oldalon meg lehet nézni, hogy ez hány órakor van, általában este fele van. Egy időpont ez a hétköznap, hétvégén egy másik, kicsit korai időpontban vannak. Lehet jönni, lehet otthon csinálni. És köszönjük szépen, és csak egyszerűen szeretnék kívánni nektek, hogy legyetek boldogok. Hare Krishna!